dr. Baltó Zsuzsa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, vegyész, biokémikus, majd később a táplálkozástudomány professzora. 20 évet dolgozott Skóciában, a világ legnagyobb táplálkozástudományi intézetében. Szakterülete a lektinek, a GMO-k egészségügyi hatásai, és megkapta a Probiokultúra és Stuttgart békedíjat. És nagyon régóta a Covid elejétől velünk van az Orvosok a Tisztánlátásért mozgalomban. Rengeteg előadást hallottunk tőle, és ezáltal rengeteg embert mentett meg. Köszönjük, hogy eljött. Nagy tisztelettel, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Talán ott folytatnám, ahol Kovicsitokra abba hagyta, az oltásoknál. Az oltások beadása után, az emeletes vakcinák beadása után a világon nagyon gyorsan kezdett elterjedni egy olyan betegség, ami nagyon ritka, és egy allergia, ami a vörös hús ellen képződik. Ez pedig az okozza, hogy a vörös húson van egy különleges, rövid cukorszerkezet, amely galaktóz van, és erre az emberek, hogyha a fehérjével van összekapcsolva, allergiásak lesznek. Na most ezt az emeletes oltásokban rendesen belevetták, úgy mellékanyagként, ugyanis az oltásoknál a benne levő vírust vagy baktériumot valamint föl kell növeszteni. Ehhez használtak embrionális veseszöveteket és olyan marha sejteket, amik ez a cukorszerkezet rajta van, és ezt a bizonyos húsallergiát elő tudja írni. Mikrofont egy kicsit közelebb kérjük. Ezt az allergiát, a vörös húsallergiát elő tudja idézni. És ez átvezet engem ahhoz a témához, hogy az új világrendben hogyan képzelik el a táplálkozásukat. És ez nem új dolog, ezzel már több mint 50 éve dolgoznak. Ahogy végnézek a közönség sorain, valószínűleg mindenki emlékszik arra az időszakra, amikor azt mondták, hogy a disznózsír, meg a vaj rendkívül káros a szervezetünknek, mert ez aztán érelmeszedő és magas koleszterin szintet, mindenféle egyéb betegséget okoz. És ehelyett nekünk inkább margarin kell lenni, mert a sokkal egészségesebb és szívbarát, és rászoktattak minket a növényi olajokra. Nem tudom, hogy mennyire vannak tisztában a növényolaj meg a margarin gyártás részleteivel, nincs is nagyon időm erről beszélni, de annyit szeretnék mondani, hogy körülbelül olyan területre, mint a hüvelykujjában a köröm, körülbelül 300 kilónyi súly nehezedik a magukra, amikor képviselik bele az olajat. Ez alatt ez úgy felmelegszik, hogy egy hátrányos fekete trutyi lesz belőle, amit föl kell deríteni, fehéríteni, aztán dezodorálni kell, és utána jönnek minden más hatások. De közben a zsírok átalakulnak transzsírokká, a többszöröset tejtetlen zsírok, ez kémia. Lényeg az, hogy megváltoztatja a zsír a szerkezetét úgy, hogyha ez beépül a membránba, és minden sejtünket membrán veszi körül, ez a membrán, ez megmerevedik. És ennek az oka a merev érsejt, a merev egyéb sejtek, amik nem tudnak helyesen működni. Ez az 50-60-as években történt, onnantól persze a propaganda egészen 2000-ig szinte folyamatos volt, most már kezdenek beszélni arról, hogy mégis az állati zsír meg a vaj az egészségesebb. A zsírok után célba vették a cukrokat. Ugye elmondták, hogy a cukor milyen egészségtelen, és helyette inkább együnk cukorpótlókat és nulla kalóriás italokat és ételeket tegyünk, mert a cukrok milyen károsak a szervezetünkre és cukorbetegséget okoznak. De ezek a cukorpótlók általában rákkeltőek voltak, ide tartozik az aszpartám és a mindenféle cukorpótló, aminek az egyik hatása az, hogy miután a szervezet édes ízt érez, azonnal egy inger jut el a hasnyálmirigybe, hogy inzulin termeljen. Termeli az inzulint, a szervezetbe az édes íz ellenére nem került bele cukor, tehát az inzulin ott van, ott kereng, rárakódik a sejtekre, amik a cukrot föl kéne vegyék, ahol az inzulin receptor is van, és ezeket deregulálja, azaz csökkenti a működését és rezisztenciát okoz, így alakul ki az édesítőszerek hatására az inzulin rezisztencia és az elhízás. Aztán utána a következő lépésbe célba vették az ásványanyagokat és vitaminokat, ehhez kell a nagyüzemi vegyszeres mezőgazdaság, mert ez tönkreteszi a talajt, elpusztítja a talaj életet, és így az a rendszer, ami a talajba a növények gyökereihez juttatta az oldott ásványi anyagokat, és a növény meg tudta termelni a
kártevők hatására, meg a napfény hatására az egészséges vitaminokat, ezt a rendszer szépen kikapcsolták az állandó vegyszerezéssel. Ennek eredményeként már az 1950-es évek közepére tudták, hogy a nagyüzemi gazdasággal előállított zöldségek, gyümölcsökben az ásványi anyagok körülbelül a felére vagy a tized részére némely esetben csökkentek, és a vitamintartalom is nagy mértékben csökkent, tehát sokkal többet kell ahhoz enni, hogy az ember a napi vitamin és ásványi anyag ellátását beszerezze, és természetesen az ember többet teszik, amiben kevesebb a vitamin, kevesebb az ásványi anyag, akkor ettől hízásnak indul, mert ez tulajdonképpen üres kalória. És végül a 2000-es években a húst, a fehérjét vették célba. És az előadás többi részében erről szeretnék beszélni, de még szeretnék visszatérni az 50-es, 60-as évekhez, aki még emlékszik rá, hogy próbálkoztak már a hús pótlásával és helyettesítésével szójával. Én emlékszem, hogy talán 5-es vagy 6-os voltam, valószínűleg inkább alsótagozatos, az évre pontosan nem emlékszem, volt egy olyan újság, amit a gyerekekhez eljutattak az iskolába, én nem is tudom, hogy kisdobos vagy mi volt a címe, és ebből olvastam először a szójáról, és rendkívül lelkes lettem, mert a szójáról leírták, hogy az milyen szuper egészséges tápláló fehérje, és azt lehet szűni, és abból lehet húsokat csinálni, és hogy ez milyen csodálatos, mennyire egészségesebb az embereknek, mint a hús. Igen ám, de ez valahogy az embereket nem vonzotta kellőképpen, és ahogy én megkóstoltam az első ilyen szója készítményt, azt mondtam, hogy hát ez mégsem nem is nagyon hasonlít a húshoz. De a szója végső népszeresítése az tulajdonképpen Hoffinak köszönhető, akinek volt egy ilyen vicc, és nem szeretném nagyon mondani, de egy kicsit profán, hogy szója kolbász, szója fasírt, szól a nővérkének, hogy befostam. Tehát a szójának ilyen volt a hatása, ez a fehérje váltás, ez nem jött be, de most arra való hivatkozása, hogy éghajlatváltozás jön, és a szarvasmarhák azok sok széndioxidot és metánt termelnek, és emiatt aztán 1,5 fokkal föl fog belegedni a föld hőmérséklete. Hát ezeket az állatokat el kell tüntetni, és ha ezeket eltüntetjük, akkor nyilván nem tudunk húst tenni. Az embereket valahogy meg kell gátolni abban, hogy húst tegyenek, de hús helyett valamit adni kell nekik. Úgyhogy háromféle alternatívával álltak elő. Az egyik az úgynevezett műhús, ami még legjobban hasonlít a húshoz olyan szempontból, hogy valamilyen állatból, általában szarvasmarhából egy biopsziát vesznek, azt elkezdik növeszteni sejttenyészetbe. Nem tudom, hogy ki járt már laboratórium is, tudja, hogy mi a sejttenyészet, de a steril körülmények között, általában egy ilyen fülkébe, a sejteket beteszik egy petri csészébe, aztán hozzáöntenek valamilyen tápfolyadékot, ami a sejtek szaporodásához szükséges összes anyagot tartalmazza, és ebben körülbelül 0,9% bovine calf szérumot, azaz a még meg nem született szarvasmarha embriónak a vérét kell hozzáadni, ahhoz, hogy ebben vannak azok az anyagok, meg hormonok, amik a növekedést elősegítik. Na most így aztán attól függ, hogy mennyi ideig hagyjuk ezt a sejtenyészetet, a sejtek folyamatosan szaporodnak. Na most ezt úgy csinálják meg a műhúsnál, hogy elmennek az állathoz, vesznek a szarvasmarhából egy biopsziát, ezt beteszik egy sejtenyészetbe, de ez ilyen óriási 1000 literes fermentorokba, ahol körülbelül 6 hét alatt egy sejtből egy hamburgernyi sejtszám keletkezik. Na, a probléma csak az, hogy ez még mindig hozzá kell tenni ezt a bizonyos marha embrió vérből készült szérumot, amit nem tudnak pillanatnyilag még semmilyen úton, módon helyettesíteni. Tehát az, hogy ez állatmentes, az nem teljesen igaz, egy kicsit olyan csúsztatás. Mindenesetre az energia, ami ehhez szükséges, az körülbelül 4x-25x akkora, mint hogyha egy szarvasmarhát fölnevelünk kint a legelőn, ahol a jóisten táplálja, és a bendőjében a baktériumok elvégzik azt a feladatot, ami átalakítja a füvet fehérjévé. Ez átvezet minket a második fajta húshoz, a műhúshoz, ami tulajdonképpen zöldségtermékekből készül. Ez lehet kapborsó, lencse,
most már próbálkoznak avval, hogy egyéb fehérjéket, növényi fehérjéket is használnak. Ugye eddig, amíg babból, borsóból, lencséből csináltak valami fasítszerű vagy egyéb képződményt, azt nem hívtuk műhúsnak. Most a különbség az, hogy ezt műhúsnak hívjuk, de miután nagyon sok szóját termelnek a világon, és a szójának a gyökerében van egy olyan fehérje, amit úgy hívnak, hogy leghemoglobin, tehát lábhemoglobin vagy gyökérhemoglobin, ami nagyon hasonlít a vérben lévő emberi hemoglobinhoz, csak más fajta fém van benne. És azt találták, hogy ezt a fehérjét kivonják a növény gyökeréből, megnézik a genetikai kódját, hogy ezt hogyan lehet szintetizálni, ezt beleteszik valamilyen élesztő sejtbe, tehát fogjuk a gyökérfehérjének a génjét, beletesszük egy élesztő sejtbe, és ezt ugyancsak nagy fermentorokba megfelelő tápfolyadék mellett fermentáljuk, akkor rengeteg keletkezik ebből a gyökérfehérjéből, amit most már egy génmódosított élesztő sejt állít elő. Na most általában azt csinálják, hogy amikor már ez a fermentor, ahol ez a folyamat történik, eléggé megtelt, már elég benne az a sejt, amit átalakítottak, és ez elég sok leghemoglobin nyomott ki a tápfolyadékba, ugye, mert nem tudja a sejt magába tartani, tehát számára idegen felhasználható fehérje, ezt kiválasztja. Akkor a tápfolyadékot leszűrik, és ebből ezt a leghemoglobint kiválasztják. Na most ezt nem lehet tisztán megszűrni, ezek a szűremények olyan 40-60%-os tisztaságúak, ami azt jelenti, hogy van benne bőven génmódosított élesztő sejt is. De hát élesztő sejtet mindig eszünk, ebben nincsen probléma. Génmódosított élesztő sejt, hát Istenem, nagyon jó, mert abban még mást is bele lehet tenni, és erről egy kicsit később beszélünk. Tehát előállítják ezeket a fehérjéket, amikhez különböző színező ízanyagokat kevernek, ahhoz, hogy ennek ilyen hús jellegű kinézete és íze legyen. Ezek között van egy metilcellulóz nevű anyag, ami teljesen emészthetetlen az ember számára, és az egy ilyen ragasztó töltőanyag, ami azt jelenti, hogy amikor megveszünk valamennyi ilyen növényi eredetű húst, amit az Aldiba, a Lidlbe most már teljes polcsorokon árulnak, akkor a metilcellulóz mindig benne van, számunkra emészthetetlen, ez csak arra jó, hogy minél kisebb műhús, vagy ilyen mesterséges húspótló mennyiségét megnöveljük. És ezt velünk megetetik. A leghemoglobint az emberek soha nem fogyasztották. Az, hogy az ilyen élelmiszer termelő génmódosított sejtekbe, ami általában élesztő sejt, de lehet baktérium is, mi más tesznek még bele, milyen más gén, ez egy érdekes téma. Lehet beletenni például vakcinákat, oltóanyagnak nevezett valamit, és ezt bele is teszik lelkesen, megjelent a szakirodalomban, hogy a növényekben kiválóan lehet oltóanyagokat termelni, és ezt meg lehet az emberekkel úgy etetni, hogy hát tulajdonképpen észre se veszik, hogy belettek oltva. És most egy kis kitérőt csinálok, mert van még egy másik dolog is. Amikor kiderült ez a húsallergia, akkor nagyon hirtelen elterjedt ez a hír az amerikai sajtóba, hogy hogy hívják azt a szúró valamit, ami a Lyme disease-t csinálja? Kullancs. Igen, a kullancsok terjesztik ezt a húsallergiát. Aztán szépen kiderült, hogy a kullancsokat is meg lehetett génmódosítani. De most olvastam a múlt héten, hogy elengedtek egy olyan adag szúnyogot Afrikába, ahol a malária elleni védőoltást a szúnyog viszi és adja be az embereknek, ugye szúr, föloldja a vért, meghigítja, belenyomja az anyagot, a genetikai anyagot, amiben benne van most már az mRNA-s oltás, vagy oltóanyag, és az embereket nem kell megkérdezni. A szúnyogok nem válogatnak, mindenkit megcsípnek, úgyhogy tessék érem odafigyelni a kullancsra is, meg a szúnyogra is, mert ez a kullancs, meg ez a szúnyog, nem biztos, hogy az a kullancs, meg az a szúnyog, amihez hozzá voltunk szokva. És itt eljutottunk arra a pontra, ami tulajdonképpen elvezet ahhoz, hogy vannak rovarok és bogarak, de a legegyszerűbb az, hogy ezeket is megesszük. És ezeket nagy lelkesedéssel próbálják velünk megetetni. És mindenki hallott róla már, hogy tücsköt és bogarat eszünk, és ezek milyen egészségesek. Óriási a média reklám,
ami ezt az egész hadjáratot elindította, egyszerre a világon, a világ 30 országában 50 várost választottak ki, ahol elindult ez a hadjárat, szó szerint, és itt médiasztárok és médiaszban híres szakácsok közreműködésével különféle rovarból készült csemegéket adtak a különböző korosztályoknak. Itt Magyarország, ugye Székesfehérváron tudjuk, hogy kínálták bölcsödébe, óvodába, középiskolába a gyerekeknek. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, de a probléma az, hogy az Európai Unió legalább 4 féle ilyen rovart már az év elején engedélyezett. Ezek között volt a házi tücsök, aminek a ledarált porát Amerikában mikroszkóp alatt megvizsgálták. Tegnap azt hiszem Tavasi professzor már említette, vagy doktor említette, hogy ebben az őrleményben a légynek, vagy a rovarnak a szeme a szempilláival tökéletesen látható mikroszkóp alatt. Tehát ez volna a kisebb része. Ugye eddig bármilyen állatot fogyasztottunk, azt mindig kibelezve ettük. Legyen az hal, legyen az bármilyen állat. Na, amikor a mikroszkóp alatt megnézzük ezeket a rovarokat, akkor szépen lehet látni a potrókot, meg ami kijön belőle, meg ami benne maradt, és ez is a táplálékunk részét képezi. Na most a bogarokban is rengeteg bélbaktérium, meg bélvírus és parazita található, és amikor ezeket a rovarokat megesszük, akkor azokat is szépen megesszük. És ezek különféle betegséggel terjeszthetők, és ezekről a betegségekről a tudományos irodalomban több olyan cikk megjelent, ami leírja, hogy 300 megvizsgált mintából 285-ben voltak patogének, ennek több mint a fele, ami emberi patogén, a másik fele az állati patogén, ami a házi állatokra a specifikus, és náluk betegséget okoz. A patogén azt jelenti, hogy betegséget okoz. Tehát várható egy új betegség hullám, hogyha a rovarfehérjét nagy mértékben bevezetik a táplálékunkba, amit sajnos kénytelenek vagyunk megenni, és a következményei ellen nem tudunk semmit se tenni. A probléma az, hogy ezeket a bogár készítményeket nem ellenőrzik, nem nézik meg a patológiáját, nem nézik meg, hogy ezek mennyire egészségesek vagy nem. És ezzel a betegségek terjedése olyan mértékben fordulhat elő, hogy az teljesen meglepő legyen, és olyan betegségek jelenhetnek meg, amik eddig nem fordultak elő az embereknél. Na most, ha végig gondoljuk, hogy ezeket a rovarokat, először is lehet a rovartojást génmódosítani, és ez egyelőre csak lehetőség, ilyet még nem engedélyeztek, de nincs kizárva. Ezeket hulladékon etetik, fehérje hulladékon. Most mi ez a fehérje hulladék? A trágyától kezdve a háztartási hulladékon, a növényi bomló anyagokon kívül minden. Ezeken is rengeteg patogén és mindenféle anyag fordulhat elő, allergének is. És ezt, amikor a rovarok megeszik, nem biztos, hogy meg tudják emészteni. Tehát a bélben ott van állandóan, amikor a rovarokat eszük, ezeket is eszük. Különben is a rovaroknak vannak olyan felépítő anyagai, például a kitin, ami a rovarok vázát, szárnyát, páncélját képezi különböző formában, és ezek allergének és rákkeltők. Ez le van írva a tudományos irodalomba. Való igaz, hogy azt mondják, hogy eddig is ettek az emberek rovarokat, ami igaz is, de ezek nem nagy méretű, nagyüzemi módszerekkel, úgynevezett horizontális farmokba elvállított rovarok voltak, hanem amit a szabadba összefogtak, ismerték, hogy melyik rovart milyen állapotjában lehet megfogni és megenni, és ez azoknál az afrikai, kelet-ázsiai népeknél volt szokás inkább, ahol egyébként húshiány van, vagy pedig nem jutnak egyéb fehérjéhez. Tehát a rovarfehérjék itt vannak, mindenféle élelmiszerbe, a kenyértől, az édességtől, a liszttől, a húspotlók, levespor, sőt a sörtől kezdve, egészen az összes zöldség és chips, amiben ezeket beleszórják, belekeverik. És ezek ellen nem tudunk védekezni. Előfordulnak a táplálékunkban ezek az úgynevezett GMO-2-k, amiket nem kell engedélyeztetni, mint például a műhús termeléséhez használt élesztés baktériumsejtek. És ezekben, hogy milyen géneket tesznek bele, van, amit megmondanak, van, amit nem. Ugye úgy, ahogy mint az oltásoknál, megmondták, hogy benne van az RMS, mRNS, de ezen kívül benne volt. Na, most már tudjuk, hogy HIV,
alkatrész, tudjuk, hogy benne volt lepra, mert a lepra is elkezdett terjedni, ami olyan betegség, amire azt hittük, hogy már nem létezik. Kiderült, hogy benne van a húsallergia, benne van a grafén, grafénoxid, grafénhidroxid, meg a hidrogél, ami ezeket a szerkezeteket összeállítja. Tehát az új világrend arra törekszik, hogy a táplálékunkat teljesen mesterségessé tegye, minket elszakítsanak a természettől, és elsősorban arra, hogy csökkentsék a húsevést, mert a hús az a táplálék, ami a szervezet számára szinte legjobban földolgozható, a húsnak majdnem 98%-át tudja a szervezetünk földolgozni, és ez biztosítja számunkra az alapvető aminósavakat és a számunkra szükséges fehérjét. Azzal, hogy elszakítanak minket a természettől, elszakítanak a természetes táplálékunk, ez egy átvezetés abba a korba, amikor a testünket is át akarják alakítani félszintetikus szíberlényekké, amit bármivel meg lehet etetni. Tehát az új világrend célja, hogy a mostani állattartás mint olyat, ezt kiiktassák teljesen. Na most utána lehet nézni az interneten, megvannak már a kvóták. Hollandiában elhatározták, hogy 30 ezer farmot fognak bezárni, ahol állattartás van. Ezt most elkezdték, ebből óriási tüntetések voltak, nem lehetett a hírekbe olvasni, természetesen meglátni. Az alternatív média az hozta a híreket. Az emberek tiltakoznak, de kénytelenek odaadni a farmjaikat, mert különben olyan büntetéseket kell fizetni, amit nem tudnak kifizetni, csak kölcsönből, és azt a farmra terhelik, és utána a bankokhoz átkerülnek a farmok, és így is bezárják őket. Nagy-Britániába, Írországba elhatározták, hogy 2028-ra, ugye a britek híresek arról, hogy rengeteg birkájuk van, és nagyon sok birkát esznek meg, exportálnak. Ennek a birka állománynak az 50%-át le kell ölni, és ez egy kormány határozat. A maradékot 2050-re úgy, hogy egyáltalán ne legyen élő, kint legelésző állat, amiből egészséges hústejet, vagy kapirgáló csirke, amiből tojást tudunk beszerezni. Ez ugyanígy van Írországra, Belgiumra, Hollandiára, Franciaországra, valószínűleg Magyarországra is, de ezekről a tervekről semmit nem hallunk, ugyanis egy Európai Uniós megegyezés, amit nem csak Magyarország dönt el, hanem az Európai Unió ránk kényszerítheti akaratát többlet vagy többségi szavazattal, és ez nagyon sokszor megtörténik. Tehát szeretnék mindenkit arra figyelmeztetni, és most időhiányában arról nem szeretnék beszélni, hogy a kertészet az teljesen ilyen függőleges monstrum, Tesco több emeleten egymás magasan színű épületekbe fog teljesen mesterséges körülmények között tápoldatba folyni, mert az idő nem engedi. Tehát se a növény, se az állati mezőgazdaságát jelenlegi formájában nem kívánják, hogy folytassuk, mert ebből egészséges táplálékhoz jutunk, hanem a cél a minél inkább mesterséges táplálékkal való etetésünk, ami minket betegé tesz, az ásványi és vitaminhiányunkat nem fogja pótolni vagy segíteni, a fehérjeellátásunk rosszabb minőségű fehérjé és valószínűleg kevésbé emészhető fehérjével lesz tele, mert ezeket a műhúsokat, amit mesterségesen egy sejtből kiindulva állítanak elő, és mellesleg ezekhez zsírokat meg olajokat kevernek, meg azokat a növényi húspótlókat, meg a rovarokat táplálkozástani szempontból, hogy mennyire biztosítja az embernek a fehérjeigényét, a tápanyagellátását, egyáltalán nem vizsgálták meg, ez a szempont nem szempont. Tehát nagyon szépen kérek mindenkit, hogy amennyire lehet, próbálja a táplálékát olyan forrásból beszerezni, ami még mindig tiszta és mindenki számára elfogadható, egészséges. És akármennyire is talán még szennyezi is a környezetet, de köze van az Istenhez, a naphoz, a levegőhöz és egy élő talajhoz. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek egészséges táplálkozást. Köszönöm szépen.